Én végül is, én hiszek benne. Miben hisz? Hát az, hogy UFO. Biztos, hogy az szállt le, én hiszek benne. 1992-ben hatalmas média szenzációnak számított Magyarországon a székesfehérvári gabonakör rejtélye. Itt állok most azon a területen, ahol a gabonakört elkészítette annak idején két székesfehérvári gimnazista 17 éves korukban, Dalos Róbert és Takács Gábor, mindezt médiaheknek szánták. Tudósok is foglalkoztak a témával Friderikus Sándor műsorában, de aztán a fiúk lerántották a leplet az esetről, és elmesélték, hogy hogyan készítették el ezt a bizonyos gabonakört annak idején 1992 nyarán. Angliában csinálták ezt meg két öregember, és le volt írva a technika is. És most tavasszal teljesen spontán jutott eszembe, hogy akkor ezt ki kellene próbálni, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, és ez semmi más eszköz nem kellett, a bota, spárga, és akkor egy segítő, és ő volt a Robi. Takács Gábor kérésünkre eljött velünk arra a területre, ahol annak idején elkészült az a bizonyos gabonakör, és elárulta, hogy számára mi volt a legmeglepőbb az eset után. Jöttek az emberek megnézni, hogy mi történt itt, és különböző sztorik készültek, ugye voltak emberek, akik a köfém lakóterepről láttak fényeket, akkor voltak emberek, akik mágikus erőt hittek a körben, és tehát ez a hatalmas megmozdulás, állítólag 50 ezer ember jött ki akkor nyáron, és ezt a másik meglepetésünk az volt, hogy a TS-ből, az akkori termelőszövetkezetből pedig megjelent egy úriember, hogy feljelent minket. És ebből lett egy kis rendőrségi ügy, ami elhúzódott, de a rendőrségen is poénnak vették. Kollégánk Burján Zsigmond operatőr annak idején a kamerán keresztül követte nyomon az eseményeket. Elmondása szerint a mai napig nem bizonyosodott be 100%-osan, hogy a gabonakört ténylegesen az említett két fiatal ember kreálta. Meggyőződésem, hogy nem ők csinálták. Tehát még mind a mai napig nem láttam a fotónegatívot, hogy milyen volt előtte, és hogy milyen lett utána. Egy negatívot, hogyha mutatnak, akkor hajlandó vagyok hinni nekik, de így nem. Dalos Róbert és Takács Gábor annak idején előtte, utána fotók segítségével bizonygatták, hogy ők készítették a kört. Akárhogy is történt, a fiatalok a történetet leírták, és a Természetvilága diák pályázatán elnyerték vele a James Randi Educational Foundation díját, amelynek célja, hogy erősítse a kritikus gondolkodást szerte a világban.